Jó napot kívánunk mindenkinek! Erre az időjárásra nem számítottunk a 23. Veszprém Rally idején, hiszen itt hőségnek, szárazságnak, pornak és kosznak kéne lennie. Ez az időjárás azonban megtréfálta a versenyzőket, illetve a szervezőket is. Óriás pocsolyák, tócsák vannak a pályán, úgyhogy némelyik szakaszt átlagolni kellett. Mi azonban bepattanunk a Service Parkba, és megkérdezzük a pilótákat, ők miként vélekednek erről az időjárási körülményről. Nincs könnyű dolguk, úgyhogy következzen a Veszprém Rally hangulat jelentése, félelem nélkülösen az esőből! Eddig 3-ból 3, és most nagyot lehet előrelépni, és nagyot lehet veszíteni. Igen, álszent lennék, hogyha azt mondanám, hogy ezt az előnyt nem az a célunk, hogy megtartsuk, de az a célunk. Van egy 40 másodperces előnyünk. A mai napon elég nehezek voltak a körülmények, és itt tudtunk egy picit ellépni az üldözőinktől. Most az a feladat, és muszáj ezt, azt mondom, hogy okosan, ha lehet ilyet mondani, már pedig muszáj beosztani ezt az előnyt. Ezekből el kell veszteni egy picit. És meg kell tartani valamennyit a végére. Én azt gondolom, hogy kell tudni a versenyző párosnak azokat a, mi úgy hívjuk, hogy tudod nagyon jó grízes részeket elspórolni, ahol nagyon rajta lehet veszteni. Nyilván egy gyorsági szakaszon több ilyen van, tehát mindent nem lehet, mert akkor tényleg nagyon megvernek, de van egy-két olyan azért, vagy 3-4-5 olyan sarkatos pontja egy-egy gyorságnak, ahol tényleg nagyot lehet akár esni, vagy kiesni, és nem tudsz visszajönni belőle. Úgyhogy ezeket el kell spórolni, egy nagyon picit a féktávot akár hosszabbra engedni, és tehát így, hogyha ekkora az előny, én azt gondolom, hogy igenis ezt meg kell tudni, vagy meg kell próbálni beosztani. Most azt gondolom, hogy nem nekem kell sietnem, hanem a többieknek, lévőknek és mögöttünk lévőknek, és így talán egy picit egyszerűbb lehet az életünk, így, hogy ekkora az előny. Ha most lenne egy 10-15 másodperc, akkor megint más a képlet. Akkor megint más, így, ahogy mondod. De így ez egy vaskosabb előny, ezt kell tudni, azt gondolom, valahol beosztani. Reggel azért kicsit óvatosabban kezdtünk, ezt a mai napra értem. Utána nem tudtam, hogy mennyi sár van, azért a hajnali infókhoz képest sokat tisztult a pálya. A harmadik pályáról nem is kértem információt, de aztán ott kamilláztunk gőzerővel, mert hát aquaplaningből most úgy kaptunk információt, hogy milyen 160-nal ráhúzkálgatni ezekre, és közben kanyarodik. Vagy nem szeretnéd, hogy kanyarodjon, de mégis kanyarodik. De mégis kanyarodik, össze kell szedni. Szóval kellett pecázgatni gőzerővel. Vajon mit lehet tenni annak érdekében, hogy talán még biztonságosabb legyen a verseny lebonyolítása, a versenyautók biztonságosabbak legyenek, vagy biztonságban legyenek a versenyzők és a navigátorok? Vagy már eljutottunk arra a szintre, ami ez már nem nagyon fokozható? Szerintem ennyi. Tehát ebben ennyi van? Ebben van egy kockázat. Ezt ezért csináljuk? Valamilyen úton, módon ezt ilyen vállalható kockázat szintjére kellene beállítani. Ezek az autók gyorsan mennek. Körülmények, ezek nagyon komoly felkészültséget igényelnek. Tehát, és azon a szinten, most nem nagy képviségben mondom, de azon a szinten, hogy az eleje ezt csinálja, azért pár tényezőnek össze kell jönni rossz értelembe véve. Ahhoz, hogy meglegyen a baj. Baj. Ezeket a valamennyi előrelátó vagy, azért ezt kordában próbálod tartani, ezt nem mondom azt, mert ne menjünk gyorsabban, mint hogy az őrangyalunk tud repülni. Ez a motto. Ez így van. Mert fogja a kezünket és vigyázz rá, érzése csak elengedik. Igen, azért van befeladat nála is, mert úgy melóznak, jönni kell. Amikor vége lesz a mi kis földi pályafutásonnak, azt mondják, hogy kocincsunk már egy sört, kösz szépen, mert elég volt belőletek. Van egy-két olyan pillanat, amikor le kell fújni a szárnyát a végén, mert figyelj, srácok, eddig és ne tovább. De félretéve a hülyeséget, ebben tényleg benne van ez. Viszont ha meg nem lenne, akkor lehet, hogy nem csinálnánk. Ezzel a kocsival gyorsan menni nem könnyű. Nem könnyű. És azért úgy képbe kell lenni. Bodolai Laci talán kezd tegező viszonyba kerülni az R5-tel? Igen, én úgy érzem, hogy az autóval már nincsenek túl nagy problémák, de még a féktávokon kell dolgoznunk nekünk is, de egyébként már nagyon jó setupot kaptunk a kocsihoz, a Banditól,
úgyhogy szerintem azért tudtunk tegnap egész jól az elejébe is menni. Igen, nagyon érdekes volt látni egyébként, hogy az R5-ös autók szinte majdnem egy kupacban nagyon kicsi időintervallumon belül mentek. Tehát, hogy így jó napot kívánunk, kiegyenlítetté vált a mezőny. Igen, a tréningen nem gondoltam volna, hogy ennyire szoros lesz. Aha. Egyébként, hogy főleg nagy távolságokban is nagyon együtt tudunk menni. De ezek szerint ott megyünk, mint ahogy a többiek, ami elfér. Igen, és ilyenkor talán azt lehet mondani, hogy beírik az a fajta gyümölcs, amit a Subaruval folyamatosan majdnem egy évtizeden keresztül gyakoroltatok, hiszen ugyanúgy megvolt a négykerékhajtás, ugyanúgy megvolt a szekvenciás váltó, csak ez egy modernkori technika. Hát igen, meg most át kell tolni mindenhol. Hát mert elfér, meg átfér. Előző éve, igen, elfér, az előző években meg nem volt muszáj, és nagyon nehéz volt úgy menni, hogy neked nem lehet beesni. Igen. Most se kéne, de most meg lehet benne egy kis játék még. Nekünk ez azért tanuló év, úgyhogy bár bizakodtunk és reménykedtünk, de tízen belül leszünk, akkor nekünk az már fantasztikus eredmény szerintem, mert nagyon komoly az első 15 autó. Eleve elengedted asszony kezét, hogy miért abban ne folyjunk bele. Viszont visszaült régi felebarátod, cimbarátod, aki még annó VRTS-e bajnok volt, ugyanúgy, mint te. És a régi csapat, a régi felállás, a Dream Team működőképes? Úgy tűnik. Tegnapi nap azért sokkal jobban mentünk, mint a mai nap. Itt első gyorson teljesen alvás volt. Nem is értem. Tehát nagyon rosszak voltunk. Tehát, sokat kaptatok? Sokat. És akkor most egy kicsit összekaptuk magunkat, és akkor ezen a lőtéren visszahoztuk a lemaradásunk, de hát nem az elsőtől, hanem a harmadiktól, hogy ne érezzék annyira jó magukat, hogy utol tudnak érni. Tehát az elsőtől még így is kaptunk, ugye a Balogh Jancsitól. Igen, Jancsi, az megint szalad elől. Ja, nem tudom, tehát most már talán még ennél is lehet biztosan gyorsabban jönni, de ez is olyan nagyon biztonságos volt. Biztos, hogy lehet sokkal jobban sietni, de gondolom, hogy ő azért már jó a határokat feszegetheti. Gumitaktika, igen, az van. Hozzáteszem, hogy azt is azt rontottuk el. De én nem szoktam arra fogni, mert inkább azt mondom, hogy azt is mi választottuk. Hát nem más mondta, hogy mi a helyzet. Ez de jó végre, hogy egy autóversenyző el tudja vállalni azt, hogy ő hibázott, vagy ő hozott egy rossz döntést, amit utána a pályán kell valahogy kimozogni, mert... Tehát egyértelmű, hát nem egy néző jött ide, azt mondta, hogy milyen gumival menjünk. Feketével megyünk és kész. A jobb egyben csücsülő nagy ember, hívjuk csak dagadtak, mert mindannyian úgy tudjuk. Így van. A vele való barátság az most hány évre tekint vissza? Hát már az egy 20-as tesó. Több, mert óvodában együtt jártunk. Jézus! És mindig megvert? Iskolában egy... Hát ott simán, mert sokkal nagyobb darab volt. Akkor én még csak akkora voltam, mint egy... Hát nem is tudom. Amikor VFTS-re is mentünk, ugye hát... Ő mindig ekkora volt. Én meg sokkal kisebb, és én fejlődtem hozzá. De még mindig ő tartja azért a súlyban a rekordot, de... Hát még erősebb mindig. Jó barátságban vagyunk, és pont azt beszéltük, hogy rosszul mentünk az első két gyorson, de mégis jó volt a hangulat. Igen, és ez nagyon fontos. Ez a fontos ennek az egész játéknak. Igen. Ha már eljövünk ide, akkor legalább jól is érezzük magunkat. Ha eredmény is van, akkor az meg még pozitívabb, és ha mindenki jól érzi magát, akkor az meg mindenki. Akkor köszönjük szépen, és mindenki epik. Érdekes volt a szituáció, mert itt régi cimboráink, mondjuk úgy 20-25 évvel ezelőtti barátaink azt mondták, hogy kérdezzem meg az Őzsigás, hogyan megyen itt Veszprémbe? De azt látom, hogy itt azért tekergetitek a futóművet, és nagyon komoly ilyen geometriai állítások vannak? Nem. Mivel sáros, mélyül ki, az autó mindig esik össze. Tehát a magassággal utána kell mennünk, mert egyre többet húzzuk a hasát. Aha, meg ezáltal, hogy esik össze, az mélyül a nyom. Meg ezáltal, hogy esik össze az autó, ezáltal változik a futómű is. A dőlés az nem annyira számottevő, de az összetartás az elég sokat. Azért a Veszprém Rally ugye most másfele szorzós, Miska. Itt most el lehet szaladni, de még azért lehet egy betlit is húzni. Ugye? Igen. Hát sajnos nem úgy néz ki megint, hogy mi szaladnánk el, de számítottunk. Már megint a gumiháborút? Figyelj, erről most ne beszéljünk inkább, mert... Jó, mert erről nem akarok. Magáról egyébként a Veszprém Rallyról a vélemény, ugye ebben a pillanatban, ez így most így időjárás szempontjából azért nem elszoktunk hozzá. Ugye Kismagyar Akropolis szokott lenni, hőségben, porban,
zúzzuk a köveket, durva. Most ez jobb, szimpatikusabb, vagy nem annyira? Inkább ez ilyen Mikulás rallis feeling most, nem? Nem, annál sokkal rosszabb. Rosszabb? Tehát most a Hajmáskéren nagyon nagy eső jött le. Nagyon, hát óriási. Még a tegnapiból, ami visszamaradt pocsolyák is, tehát azt képzeld el, amikor ugye lobogsz ötödikbe, a bukka mögé a jobb egyek a padló, ráestél, és már az út mellett, hogy csak húzod be a nyakat, hogy csak ne legyen a fűbe valami. Ne legyen ott egy betontuskó. Most, hogy lejöttünk, megmondom összét, én azt hittem, hogy a kocsinak se eleje, se hátulja. Ehhez képest semmi baja nincsen. Csak mégis úgy érzed, hogy egyszerűen jókat kap az autó. Úristen, hát ezt megjegyzi. És ugye erről már beszélgettünk egy párszor, hogy az embernek szinte nincs szíve, mert az autó már kvázi hozzád nőtt. A kislányod, mondhatjuk ezt, hogy a harmadik lányod. Ilyenkor sajnálom azt, hogy értek hozzá, és tudom, hogy mi miért van. Tehát jobb lenne ilyenkor nem tudni semmit, hogy mi miért van, csak menni, tökön, babon, árkon, bokron, kész. A régi szép időkben, amikor Szőr egy ilyen oszlopot megfogott, akkor utána egy ruttánc kerekedett belőle, mi végig is néztük, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még ruha sem volt rajta. De tetszett. De cserébe tetszett. A Veszprém Rally ugye másfele szorzó. Itt elég komoly a tét, de nagy az alátét. Egy pici eszenciát, ha adnál nekünk Szőr erről a versenyről, hiszen ez nem volt egy könnyű megméretetés. Próbáltuk élvezni a versenyt, helyenként egész jó időt is tudtunk menni, de nem tudtuk azt a formát hozni, amit én ugye elképzeltem erre a versenyre. Ezzel szemben ma reggel úgy látszik jó lábbal keltem, mert mind a első két gyorsaságin ott tényleg jó időt mentünk. Hát amit kiemelnék, az a hegyesdi gyorság, és szerintem ez egy VB-s pálya. Annyira jó lehet autózni rajta, hogy én nem nagyon szoktam hújogatni, meg nevetgélni a gyors közben, de most ez is megtörtént, és majd nem csapkodtam a térdevet, mert mondom, ezt nem hiszem el, mennyire jó. És tényleg mondtam is a Lacinak, hogy már ezért az egy pályája megért eljönni, de ugye tényleg nagyon-nagyon tetszett, és ez játszott az időeredményünkön is, mert abszolút hatodik időt mentünk, úgyhogy tényleg jó volt. Megviccelte az időjárás, mert azért ugye nem ehhez vagyunk szokva, itt igen, általában érdekes. 50 fok van, por. Érdekes volt ez is, mert azt gondoltuk, hogy majd a kislőd, ami a legveszélyesebb lesz ilyen szempontból, mert ott állítólag patakokba folyt tegnap le a sár az útra, és az viszonylag normális volt, tehát ott azt kaptuk, amit vártunk. Viszont itt a lőtéren elindultunk, és semmi nyoma nem volt itt nagy esőnek, és ó, hát ez teljesen jó lesz, egyszer csak előjöttek akkora pocsolyák, hogy azt sem tudtuk, melyik oldalról kerüljük meg hogyan. És amikor így lehúzzák a vizes függönyt ugye előtted, és azt sem tudtam utána, hogy hol járunk. Persze partoldal, ki, vissza volt minden, nagyon nehéz volt az a gyorsági. Tehát páran azért abszolválták elég gyorsan itt a mezőnyből, úgyhogy biztos, hogy mi voltunk azok, akik talán elóvatoskodtuk egy kicsit, de így, ahogy mondott, hosszú ez a verseny, másfele szorzó, azért vigyázni kell az autóra, mert célba kell vinni. Kovács Antti és Istovics Gergő jelen pillanatban nincs a csodálatos smoking overájába, és ez sajnos rossz dolgot jelent. Kiestek a futamból, a versenyből. Na de miért is? Hát sajnos jól látod, igen, megállt a szerva a mai egyes gyorson. Nem ütöttük oda, nem követtünk el semmilyen hibát, egyszer csak fordultunk egy jobb derékszögbe, és Antti mondta, hogy elment a szervó. Ilyenkor azt szoktuk, hogy leáramtalanítjuk, és vissza hátra visszajön, de nem jött. Kettő gyorsasági, nagyon kemény gyorsasági lett volna vissza, 32 km, és úgy döntöttük, hogy nem vállaljuk be, mert se a magunkat, se a nézők testépséget nem kockáztathatjuk egy rossz szervóval. Tavaly 9 km pont ezen a Hajmáskéri gyorsan mentünk szervó nélkül. A dolog pikantérje, hogy Antti tavaly már a gyorsasági végén azt mondta, hogy kiszakítja többől a kezeit, és már nem tudott váltani, én váltottam. Igen, tehát én váltottam, és azt mondta, hogy két ilyen kemény gyorsot nem lehet elvállalni. Stabilan tudtunk menni, tehát mindenki meglepetésére az első gyorsot megnyertük. Igen, te ébresztél. Körgyors, ez nem feküdt nekünk, ott mindig kikaptunk, de a lőtéreken is ilyen harmadik, negyedik időket szaladtunk. Én azt gondolom, hogy kezdünk oda kerülni, ahova szeretnénk. Azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Most egy picit a lendületünk, azt mondom, hogy a kedvünk azért az megtől. Jó, ez holnapra elmúlik. Aztán újra nekiállunk. A pontversenynek ez tényleg nagyon nem tett jót, mert ez másfeles szorzó. Ez másfeles szorzó, és ugye Szombathelyen mi hibáztunk, most meg az autó, úgyhogy azt mondom, egy-egy. Kislány vagy kisfiú? Nem neveztük még el, legyen kislány. Kislány, mindegyik versenyautó kislány, mert hisztizik és néha menstruál. Ez a végszó. Találkozunk Fehérváron. Egy pici eszenciát azért adjunk a Veszprém versenyről.
Mert ugye teljesen mások az időjárási körülmények, igen, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Hát igen, mert egy hónappal hamarabb vagyunk igazából. Igen, igen, egyébként ez olyan július környékén szokott lenni. De nem baj egyébként, nem. Mert nincs olyan forróság. Nincs olyan forróság, tegnap, és nincs por. És nincs por. Tegnap a két gyors, hogy nem tudtunk leöltözni, a körgyors meg a lőtér, az kegyetlen volt úgy egybe úgy letolni abban a melegben még először, ami eszméletlen volt. Mennyire működőképes most már az autó, Roberto? Beletaláltatok-e már abba a beállításba, amit igazából az egész versenyképessé válik? Azt hallom, hogy most a navigátor kolléga nem, nincs a toppon, mondjuk így, tehát ilyen élményautóztatásban is játszatok vele, de hogy kifordul már a gyermekbetegségeit? De úgy néz ki, hogy már most a harmadik verseny, amikor lekopogom, nincs semmi problémám. Na. Hála Istenem, hát most vannak mindig elhagyjuk a lökhálítót, meg ilyeneket. Hadd foszoljék! De ez a víz meg a sár, ami van. Igazából nem volt semmi komolyabb problémánk. Hol tartunk időeredmények szempontjából? Hiszen azért az NS mezőny eleje, lássuk tisztán, azért eléggé megközelíthetetlen. Igen. Iszonyatos rutin, hát, megtett kilométer, óriás tapasztalat. Így van, meg az autók is jobbak, azt hozzá kell tenni. De nekünk nincs annyi pénzünk az autóra, mint nekik, de megyünk. Tehát így a közép mezőnynek az elejére azért már most semmi. Oda-oda lehet csinálni. Gondolkodtam is rajta, hogy mit kellene, hogy most egy R2-t vagy egy R3-at. Picit visszaülni a... Igen, valami olyanba, amivel úgy élményebb. Tehát ezzel nagyon jó. Tesó, ezzel jó élmény menni. Élmény van, csak igazából nem tudunk labdába rúgni az elejéhez ki. Tehát az elejével nem tudjuk felvenni a versenyt. Igen, és te egy versenyzőcentrikus, meg eredménycentrikus pilóta vagy, tehát szeretnél ott lenni. Igen, valami eredmény kellene, de nem tudom, hogy arra jutottunk, hogy még marad egyenlőre. De majd meglátjuk a jövőt, hogy az a baj, hogy minden egyes gyári versenyautó iszonyatos összeg. Persze, már dolgozhatatlan és fölmérhetetlen. Így van, és igazából még ez a gumimizéria is. Ez a másik fele, igen, hogy melyikkel menjél, hogyan játszál, mit játszál? Meg nem is az, hanem minden verseny nyúlgumi, azért igazából muszáj venni legalább 4-et vagy 6-ot. Igen. Abból ez iszonyatos pénz. Magunk között, szóval ez egy messziről jól látható számsor. Így van. És ennek az előteremtése konkrétan egy egész embert kíván, vagy egy egész menedzsmentet? Hát inkább egy egész menedzsmentet. Örültünk, hogy be tudtunk ülni egy ilyenbe, igazából össze tudtuk szedni rá a hozzávalót, de nagy lépés, nagyon nagy falat igazából. Nagyon nagy falat, és ezt szinten tartani, az ahhoz nagyon. Tényleg irgalmatlan munka szükségeltetik. Így van, ez biztos, hogy így van. Nem igazából Móra barát autó, ezt mondhatjuk. Vagy tévedek? Így van, én is így gondolom, hogy ezeknek az autóknak sokkal jobban fekszik az aszfaltos útborka. Nem is nagyon van murvás tapasztalatunk, de úgy gondoltuk, hogy jó hangulatú verseny szokott lenni ez a Veszprém Rally, és mégis eljövünk, kipróbáljuk, megmérettetjük magunkat, és autózunk egy jó időt. Ugye itt a miskolci kis malőr miatt, ugye, hogy egy technikai hiba miatt kiálltunk, itt visszaestünk nagyon a bajnokságba, illetve a murvafutamokat nem terveztünk, a szombathelyet ki is hagytuk, és úgy gondoltuk, hogy akkor inkább eljövünk ide, erősítjük a magyar pontokat. Most ez az időjárás eléggé meg tudta tréfálni a versenyzőket. Valakinek nagyon szimpatikus, valaki nem szereti. Ti hogy álltok ezzel? Nem tudtam igazából, hogy mire számítsak, hogy milyen lesz a nedves, vizes murva. Én úgy gondolom, hogy nem annyira rossz. Tehát nyilván egy kicsit finomabban megyünk, ugye még a murvát sem annyira érezzük, mint kellene. De én úgy gondolom, hogy meg lehet ezzel birkózni, csak kellenek a kilométerek. Az autóról ezt tudni kell, hogy ezt a Bakula cég készítik fel ezt az autót, nekünk nincs semmi murva alkatrészünk hozzá, az ott pihen most a garázsba, vele majd csak aszfalton fogunk menni, abban az autóban nincs is murva kilométer, és ezt szeretnénk így is megőrizni. Az ott le van zsírozva, aztán nem bántsuk, így van. Aztán gondoltuk, hogy akkor bérlünk a cégtől egyet, és kipróbáljuk ezt az autót. Ugye azért vannak különbségek, mert ez nem egy Max. De én úgy a tiéd Max, tehát egy CK2R2 Max, ez meg csak egy sima cég. Így van, ez meg egy R2, de nem értem azt a gyorsulást alulról, közel nem megy úgy, mint a miénk, illetve fönt is már elfogy. Tehát ezt érezni sok helyen, ahogy megyünk ki a dombon saras részeken, tehát van, hogy másodunk, belefulladunk és nem megy, de hát... Ne alázok meg az autót, de olyan, mint a Trabant megülni? Nem mentem még Trabantra. Sanyi Kanti a tavalyi évben egyébként ugyanúgy előhozta a Zsigulit, mint most itt a Veszprém Rallyn, pedig ugye van egy Grande Puntója, egy frontos, szekvenciális váltós, csak egy baja van, hogy gázolajat kell bele tankolni, mint egy jó traktorba.
Én azért megmutatnám, hogy mennyire durva a szituáció, hogy 30 esztendős a fiatalember. Tehát mi kérünk elnézést. Tegezhetlek? Picit azért tényleg összegezzük a Veszprém Rally élményeit, hiszen azért egy jó zsigulival nagyon komolyat lehet lobogni ezeken a pályákon, és talán tényleg még azt is lehet mondani, hogy megbocsájtóbb, mint a Punto. Sőt, igen. Strapabíróbb. Igen, mondjuk három pályából kettő jó minőségű, nagyon lobogós, hiányzik a végsebességünk. De a másik, az, tehát igazából élvezzük, jó ez az egész most. Igazából B-terv volt, mert Szombathelyen tönkretettem az autót. Én egész héten arra vágytam, hogy essen, tehát ez jó. Kapcsolatban vagy az égiekkel? Igen. Az öreg kaporszakállóval ezt megbeszélted. Ugye a 150 lóerő különbséget a BMW-k és e között azért valahogy kompenzálni kell. Mennyire okozott problémát tényleg az, hogy most nem a hőségben, nem a porban autókázunk? Tényleg valamilyen párhuzamot lehet vonni a Mikulás Rallyval kapcsolatban? Hogy hát, szinte, mintha olyan lenne a ugyanaz. Hát Veszprém Rallyn együtt mentünk utoljára. Utána nem tegnap volt. Pár nem tegnap kimaradt. Akkor te viszont nagyon fiatal voltál, mert akkor voltam én 30 pluszos. Na mindegy, ez egy mellékszál. Viszont itt most ugye másfeles szorzóról beszélgetünk. Tehát... Ez mennyire befolyásolhatja a végeredményt? Ezek a pontok nagyon kellenek, a szombathelyiek nagyon hiányoznak. Azért egy zsiguli a mai napig még megdobogtatja a nézők szívét, és szerintem a pilóta és a navigátor... Hát ez így van, most ki is rázott a hideg. Na és talán ez a legszebb az egészben. A következő verseny, a Fehérvár Rally, ami megint aszfalt lesz, ott visszahozzuk a pontot, hiszen az ott talán... Reméljük, az alkatrészek megjönnek, mert hát a... Turbó szétnyílt, intercooler, hűtő... Jó, ott lett baj, oké. Tehát már mindent megrendeltem, csak ott egy kérdés van, hogy lesz a rendezvény, mert apukámnak esküvője lesz. De arra nem számítottunk, hogy nem hőség van, nem por és nem dzsuva, hanem... Égi áldás. Igen, hát itt az Akropolis Rallyból lett egy röpke Anglia, úgyhogy... Egy ködös Albion. Egy ködös Anglia, úgyhogy próbálunk felnőni a feladathoz, nincs egyszerű dolgunk, meg kell, hogy mondjam, de megyünk, úton vagyunk, úgyhogy rajta vagyunk. Ez az eső, ez nagyon meg tudja keverni a kártyákat. Ne, rettentően. Ott, ahol előjön az agyag a földből, ott nagyjából olyan, mintha jégautóznánk, gumik nélkül persze. Azért egy tökös hátsókerekes autóval ezeken a murvákon fűzni a vízen az férfias feladat. Nagyjából 15-ön belül vagyunk négyen. Itt még annyi minden történhet, hogy nagyon. És nem szabad elfelejteni, hogy például a Kiskanyikán, de ugye zsigulival van, tehát itt nem biztos, hogy most előny az erős autó. Nem, itt szerintem kifejezetten hátrány az erős autó, mert minden egyes kigyorsításnál csak esztergálunk. És váltasz. Nem győzöm dobálni a fokozatokat, mire megkapaszkodna szegény, addigra ötödikbe vagyunk, 40-nél. Tehát, hogy befordultunk, felnéztünk a horizontra, olyan végeláthatatlan 60 méternek tűnt, és akkor így csináltunk. Próbáltuk megmászni, nem fog, váltogattam. Meg megállapítottuk, hogy egyszer csak felérünk, de még nem ragadt itt autó, reméljük mi se fog. Nem tudom, hogy vajon jobb választás lenne most a hátsó kerekes VFTS ebben az időben. Kérdezem ezt Hibiá Jocitól, aki ment már még annó Fiesta-val, belepattant. Ha jól emlékszem, tavalyi Szombathely Rallynál ugye a kis méregzsákba. Így van, akkor mentem először múlva. Akkor mentél vele. Látod, hogy miket veszek elő a hipotalamuszomból, én kérek elnézést, de lehet, hogy most ebben az időjárási körülményben, ebben egy hátsókerekes vöftivel jobban lehetne veretni, vagy tudja azért a dolgát? Én azt mondom, tudja a dolgát, csak még meg kell szokni. Most menjünk vele harmadszor múlván. Kétszer mentem Szombathelyen vele, tavaly meg most. Most meg itt először vagyunk, nagyon régen versenyeztünk már egyébként is. Veszprémben. Veszprémben, igen, bocs. De egyébként rohadt jó. Én azt mondtam, most lejöttünk a hegyesről. Lejöttünk a hegyesről, és megfaskoltam a műszerfalat, azt mondtam, hogy ezt, ha kibírta, megérdemli. Hogyan kell ebben a saras, dágványos, undorító időjárási körülmények között ezt az autót irányítani? Nektek mi a feladatotok? Igen, nagyon nehéz vele egyenesen menni, még ötödikbe a 500 egyenesbe is nem lehet vele egyenesen menni. Folyamatosan. Nagyon megdolgoztam. Balla simítod egy kicsit? Balla simítjuk, fordulni csak kézifékkel, viszont ott is vigyázni kell, mert ugye kézifékes fordulásnál betorpan nagyon is ugyan nehezen tér magához. Egyébként borzasztóan jól is elkedik. Próbálom egy kicsit kisebb fordulatról elérni a kigyorsítást, és akkor úgy érzem, hogy talán jobb.
Tanulgatom még, próbálgatom, de rengeteg van benne még. Nagyon lényeges a bajnokságba pontszerzés, úgyhogy annyira nem erőltetem, megmondom őszintén. Már az első gyorsról kezdődően próbálok stabilan menni, végig szeretném menni mindenféleképpen. Nem én mondtam, Áki saját bevallása szerint a cipzár rossz oldalán áll az idei esztendőben. És erről már épp eleget dumcsisztunk, hogy megvédeni nagyon nehéz lesz a bajnoki címet. Úgy tűnik, hogy az égiek nem segítenek most. Ahó, odafönt, léces, kicsi, csak egy pici segítséget, köszi! Az égiek azt mondták, hogy legyek ügyes és oldjam meg magamtól. Hát nézd, valóban, hát most is úgy jártam, hogy egy átlagidőt kaptam az utolsó gyorsra, annak ellenére, hogy 10 másodperccel jöttem rosszabbat az elsőtől, aki addig meg negyedik volt, és 3 perccel jobbat, aki most az A6-ot egyelőre vezette, de hát ez egy ilyen sport, tehát hozzá kell ehhez is szokni, hogy nincs minden évben szerencséd. Kellenek az életnek tőle ezek a pofonok, hogy mindig ne a realitásán a talajon maradj, és ne az olyan, hogy te vagy a legkirályabb. Tehát az élet nem hiába találta ezt ki, hogy ezt egyszer kicsit visszaigazgat a valóságba. Nem lenne jobb most egy ilyen hátsókerekes autóval menni? Tehát nem lehet, hogy megmondom őszintén, hogy az én érzésem full olyan. Odaérsz valahova, én eleve egy picit máshogy vezetem. Igen, kicsit hátsókerekes. Balra fogdossam, én megfordítom és úgy megyek. És most is odaérsz, visszaküldöd, kicsit ráteszed, gáz, fél gáz, és akkor elfogsz. Tök ugyanaz, teljesen jó, fibátlan. Tehát érzésre teljesen jó, semmi. Végigvigyorgok a sisak alatt, nincs ezzel baj, csak megint van egy csak. A maradék gyorsaságokat ügyesen be kell osztani, és talán itt a legnagyobb hibázási lehetőség, amikor egy picit vissza kell venni az agarakból. Igen, már csak azért is, mert ugye magadban biztos tudod, vagy te is versenyeztél, hogy tudod, hogy mire vagy képes. Tény, hogy minél jobban kiszorítod ezt a határt, annál inkább benne van egy hibázási lehetőség. Igen, és viszont a visszavétel? Viszont a visszavételnél is benne van egyébként. Nagyobb, ez a furcsa. És nagyobb. Nem, csak kocsikázgatod, kicsit leengedsz, és ugyanúgy bedobod. Egyből megvan a baj. Nézd meg talán egyébként azt a nagyon pici kis útvonalat, amikor nem is vállod túl magad, de mész a tempódba, és nincs is baj. Tehát ehhez nagyon kell. Összetett dolog egy rallizás. Tehát amikor én el tudom bekipróbálni, mind nyomni kell a gázt, azt rengeteg dolgom múlik. Mi most a probléma? Hát egyszerűen olyan az árkokban annyi víz van, hogy komolyan, mint egy óceánon. Mindenki ezt mondja, és óceánjáró. Belemegyünk, ki se látunk, és... Ablatörlő, így? Komolyan, szörnyű, nem lehet kilátni, és nem lehet élvezni, csak a túlélésre lehet menni, hogy ne menjen bele valami elektromos kapcsolóba a víz, aha, vagy ilyesmi. Ez már nem élvezetes így. Ilyenkor már az ember azt mondja, hogy hát ez már nem is annyira szimpatikus, nem is annyira tetszik. Egyáltalán nem. Tehát ez így az arcodra is van írva egyébként. Ezt így már nem lehet élvezni. Ez szörnyű. Tehát borzalmasan rossz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak túl kell élni ezt a versenyt. ​1992 a jogsim éve, a gyaloglásnak vége. Találkozunk egy hónap múlva, a képernyők előtt úgy hívják televízió, addig pedig internet és közösségi oldal. Viszlát, szevasztok, béke veletek!